Kellemes időtöltés nektek, sziasztok az M3 Autóparkban, Concerto is én leszünk itt a bemutató hátterében. Főszereplőként be kéne mutatnom nektek, sőt be is mutatom nektek a Chevrolet Aveon-kat. Ez a kormánya tulajdonképpen, a többi részeit pedig nem sokára végig fogjuk nézegetni veletek együtt, közösen tartsatok velünk. 1.2-es benzines, 2014-es, 86 lóerős benzin motor hajtja, 1229 köbcenti, és mint ahogy szokással lenni szokott, ugye Feri és Peti kollégáim mindig eljönnek velünk ide bemutatóra, mindenki hoz valami jó kis jó dolgot. Például két gyári kulcsot hozott Péter kollégám, Feri kollégám pedig úgy látom, hogy a kinyitott szervizkönyv előtt figyeli a kis sárga gombot szemeivel, hogy milyen jó jár az, aki megvásárolja ezt az autót, mert hogy 2019. 5. hó 10-én, azaz néhány, hát majd hogy nappal ezelőtt, ugye 52.790 kilométernél szervizelték le az autót, tehát nyugodtan mondhatom, hogy frissen szervizelt, mert hogy ugye ebben az autóban 53.000 kilométer van mindösszességében. Beindítom, és akkor már is meg tudjuk nézegetni itt a komputerén a dolgokat, már is átkapcsolom. 53.128 kilométeres, tehát nem mentek vele 1000 kilométert sem, 500 kilométert az autóban, tehát egy frissen szervizelt autó, hibátlan újszerű állapotú kocsiról van szó, és nagyon sok extrát szereltek bele, legalábbis a gazdája belekért egy halomjó dolgot, mert hogy van sebességlimiter, van benne tempomat, van bluetoothos gyári zene, és kormányról vezérelhető az összes csatornája, meg a hangerő, meg minden, tehát lehet váltogatni itt a csatornák között, lehet keresgélni a jó zenéket. De ha nem találtok jó zenét, akkor van itt ugye CD csatlakozás, vagy AUX csatlakozó és CD lemez bedugási lehetőség, és USB-t is tudtok ide beledugni. Itt középkonzolon van egy centrálzárunk és egy manuális klímánk, ami jéghideg levegőt küld ránk, úgyhogy csak óvatosan nyomkodjátok a klímáját, mert nagyon meg lehet fázni. 5 sebességes manuális váltó van benne, menet stabilizátor a jobb kezünknél, és ha megnézitek itt alul, itt van a kormányoszlop állítási lehetőség, két ablak előre, két ablak hátra, elektromosan lehet tilitolizni, napszemüvegtartó, és egy halom légzsák van benne, a BC oszlopban ugye végig légzsák jelzéseket lehet látni. Aztán mindjárt kicsit kiszállok és megnézegetjük kívülről befelé az autót. És króm díszítéssel a váltó körben, nagyon dögös és sportos körben. Nagyon jó ránézni, nem messziről. Abszolút mutatós kis szerkezet. Az ülései szövetkárpitosak. Hibátlan, újszerű állapot mind elől. Hátul pedig ugye mondhatjuk róla, hogy még újabb érzés ad nekünk vissza, hiszen ez egy teljesen használaton kívül lévő dolog volt. Az autónk gyári sötétítését egy kicsit hátul jobban megsötétették, erről megvan a szama benne a kocsiban a leírás, illetve a tanúsítvány. Az autónk ugye szedán autó és fehér színű. Csomagtartója az bővíthető a ülések ledöntésével, benne egy szőnyeggarnitúra, és nem sokára tele fogjuk tömni egy csomó jó dologgal, mert hogy itt van nektek ajándék is, már is megmutatom. Tehát itt van egy téli szett mellettem, dísztárcsával, lemezfelnyire szerelve, nézhetően egy hibátlan, nagyon jó állapotú téli szett, amit köszönjük szépen a gazdájának, hogy benne hagyott. Jelen pillanatban Continental márkájú nyári gumik vannak rajta, mint látható, fantasztikus, szép kis patkázásmentes, lesúrolásmentes, ugye nincsen sehol meg lenyalva ugye a fényezése, gyári sebi felni, és itt pedig a csodaszép, jó állapotú nyári gumi. Én szerintem pont úgy néz ki, mint egy nagyon keveset futott, karbantartott, szép kis kocsi, és aki eljön majd, az látni fogja, hogy tényleg egy nagyon szép autót fog itt nálunk vásárolni. A motorját beszélgettük, nézegettük, ugye
1.2-es és 86 lóerős Ecotec benzinmotor. Szépen ledermedt a klímacső. Ebből tudhatjátok, hogy tökéletesen működik. Kapcsolgat itt a ventilátor benne és kompresszor. Nagyon szép állapotú, teljes tökéletes újszerű élmény, hogyha eljöttök, akkor nagyon jó kis autót fogtok itt nálunk kapni. Az M3 autóparba kell csak eljönnetek érte, Budapesten vagyunk. A 15. kerület Szent Mihály út 90 számban, itt fogjátok megtalálni ezt a szép kis autót. Gyertek be hozzánk, nyomjatok egy ilyet a videó végére. Azt nagyon szépen megköszönöm nektek, illetve iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra. További is legyen szép napotok, a viszontlátásra!